Elérte a 4 milliót a beoltottak száma, így május 1-től új szabályok léptek életbe. Számos szolgáltatás is újraindulhat, a védettségi igazolvánnyal rendelkezők számára megnyílnak a vendéglátóhelyek belső terei, a szállodák, a szabadidős létesítmények, állatkertek, múzeumok, mozik és a színházak is. Szekszárdon május végén nyit a Babits Mihály Kulturális Központ, amit az intézményben működő oltópont megszűnik. Berlinger Attila azt mondja, már a következő hónapok programjainak előkészítésén dolgoznak. Gyereknap kapcsán is tervezünk már kisebb programokat, de én úgy gondolom, hogy az idei nyárnak a fő attrakciója az a Vármegyeháza udvarán zajló események lesznek. Ebben nagyon sok mindent próbáltunk úgy összeállítani, hogy minden réteg és minden olyan lakossági csoport életkor megtalálja magának való programot. Kalocsán a nyitás azt jelenti, mondta Zsikó Zoltán, a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója, hogy a közművelődés minden szereplőinek egy asztalhoz kell ülni, egy közös koncepció kialakításának érdekében. A fő cél az év legnagyobb rendezvényének, a Paprika Fesztiválnak felfuttatása, de emellett számos olyan rendezvényt is szervez a város, mely eddig még hiányzott a palettáról. Most, amit így látunk, júniusban is nagyon erős hétvégék lesznek, hiszen készülünk egy food truck show-val, készülünk drift versenyekkel a repülőtéren, készülünk majd mozivetítésekkel, készülünk színházi előadásokkal, készülünk különböző szabadtéri programokkal. A programokat, koncerteket, kiállításokat Dombóváron is elkezdték szervezni az év második felére. A kulturális élet újraindulását egy koncerttel ünneplik júliusban, amit majd az Anna napi búcsú követ. A könyvtár egyrészt most a covidos időszakban egy ilyen ablakos kölcsönzési formában működött, most ez bővülni fog, szóval szeretnénk ezt is egy bizonyos szinten megtartani. Azon kívül korlátozott óraszámban be lehet majd menni kölcsönözni a könyvtárba is, tehát azért egy kicsit nyitunk a könyvtár irányában. A gyűjtemény egy picit később tervezzük a gyűjtemény nyitását, mert jelenleg folyamatban van, nem sokára kezdjük el a Koncz András fényképész munkásságát bemutató fotókiállításnak az összeállítását. A Dombóvári Művelődési Ház május 20-a után nyit, akkor lehet megtekinteni a kiállítást. Onnantól kezdve a civil szervezetek is birtokukba vehetik a termeket. Kérjük csengessen! Olvasható a bátaszéki Petőfi Sándor Művelődési Ház ajtajára kiragasztott feliraton. Azért tették ki, mert így tudják ellenőrizni az odaérkezők védettségi igazolványát. A szervezők már több program tervezését is megkezdték, így a május 15-i közösségi futást is. A sportolni vágyók a Lajvérről futhatnak, kerékpározhatnak majd a Molyhos tölgyig, színházi előadásokat, táncházat szerveznek, de érkezik majd Bátaszékre Földes László hobó is. Ez egy órával ezelőtt került fel, azért már elég jó tartunk, 208 ember látta. Mutatja Sági Lajosné, a bátaszéki Keresztély Gyula városi könyvtár vezetője, mennyien nézték meg ezt a bejegyzést a legnagyobb közösségi oldalon, amiben leírta, hogy az intézmény csak védettségi igazolvánnyal látogatható. Ez a könyvtárban foglalkozásokat tartó klubokra is vonatkozik. Hát a varrókörre is ugyanúgy, mint akár majd a könyvbarátok klubjára, vagy bárkire, aki szeretne nálunk itt bent foglalkozáson részt venni, bizony mindenkire vonatkozik ez a védettségi igazolvány. A bátaszéki könyvtár dolgozói is remélik, hogy hamarosan ismét szervezhetnek rendezvényeket az intézmény falain belül.